Már az általában a pihenés, a semmittevés, a felüdülés időszaka nem így van ez a Mi Hazánk mozgalomnál, hiszen a napokban átléptük a 100. szervezetünket, azaz az azt jelenti, hogy az elmúlt egy évben folyamatosan alakultak szervezetek, léptek be tagok, és a mai nap végére már a 101-eket is megérjük. És a munka folytatódik tovább, hiszen az elnökségi tagok, az országgyűlési képviselőink folyamatosan járják a megyéket. Most elsősorban a tagsággal, a szimpatizánsokkal találkozunk, készülünk az önkormányzati választásokra. Én személy szerint tegnap Békés megyében voltam, holnap a Veszprém megyékkel találkozunk. Igaz, hogy még nem írták ki hivatalosan az önkormányzati választások pontos időpontját, de jó néhány jelöltünket már bejelentettük. Folyik a munka, a Mi Hazánk nem áll meg, és készülünk az önkormányzati választásokra. Köszönöm szépen!